Varga István vagyok, 10 éves, harmadikos, és nagyon érdekelnek a vulkánok. Harangi Szabolcs vagyok, geológus, vulkanológus, a 5-ös során tudományi egyetem természettudományi karán, és vulkánokkal már több mint 3 évtizede foglalkozom. Hogyan keletkeznek a vulkánok? Ez egy jó kérdés és alapkérdés, és le lehetne úgy egyszerűsíteni a választ, hogy a vulkánok úgy keletkeznek, hogy a magma a felszínre jön. A magma az egy még a felszín alatt lévő, úgymond kőzet olvadék, tehát egy olvadt anyag, és hogyha felszínre jön, akkor ott épít valamit. És ez az építmény, ez a vulkán. Vannak-e más bolygókon vulkánok? Tulajdonképpen minden földtípusú bolygón vannak vulkánok, a Merkuron, a Vénuszon, a Marson és a Holdon is. De működő vulkán ezek közül csak a Földön van. Tehát a Föld az egy különleges hely, nem véletlenül, hogy itt beszélgetünk, mert az élet is valamilyen módon azért a vulkáni működéshez kapcsolódik. Vulkánok nélkül nem lennék. Hány aktív vulkán van, és közülük melyik a legaktívabb? Vannak erre most már adatbázisok, és így tudjuk, hogy évente egy olyan 60 vulkán működik. Az Etna, Európa legaktívabb vulkánja, de most már hát egy majdnem fél éve nem működik. Ezzel szemben Izlandon havonta vannak vulkánkitörések, és hát ne feledkezzünk meg egy olyan jó nevű vulkánról sem, mint a Popocatépetl. Ami annyit jelent csak egy azték helyi nyelven, hogy füstölgő hegy. És a Popocatépetl az jelenleg is folyamatosan működik, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen miután most volt a születésnapja, a Popocatépetlt azt tegyük a legaktívabbak közé. Melyik volt a legnagyobb és legpusztítóbb ismert vulkán a Földön? Voltak olyan nagy vulkánkitörések a földtörténetben, amikor az élőlények 90%-a elpusztult. De amikor a legtöbb ember esett áldozatul egy vulkánkitörésnek, és így is tekinthetjük ezt a kérdést, akkor azt mondjuk, hogy 1815-ben az indonéziai Tambora vulkánnak a kitörése, az tekinthető a legismertebb, legpusztítóbb kitörésnek, nem csak azért, mert a környezetében körülbelül 90 ezer ember halt meg. A teljes Földön éreztette hatását ez a vulkánkitörés, olyannyira, hogy Napóleon elvesztette a Waterloo-i csatát. 1816-ban nem volt nyár, olyannyira megváltozott az éghajlat. Tehát összességében azért milliókban számolható, hogy hányan estek áldozatul ennek a vulkánkitörésnek. Mikor történt a legrégebbi vulkánkitörés, és hogyan lehet kiszámítani a régebbi vulkánkitörések időpontját? Ugye ami a régmúltban történt, tehát még az a történelmi idők előtt, amikor még emberek se voltak, hát ugye akkor nem voltak megfigyelések, hogy hogyan működnek a vulkánok. Amit tudunk tenni, hogy a vulkánok produktumain, tehát a vulkáni kőzeteken keresztül próbáljuk megérteni azt, hogy na, amikor ez a bazalt keletkezett, akkor ott kellett lenni egy vulkánkitörésnek. Jó? Tehát ehhez az kell, hogy tudjuk azt, hogy mikor keletkezett ez a bazalt, vagy egy adott vulkáni kőzet, és akkor volt vulkánkitörés. Ha így közelítem meg, hogy akkor a legidősebb vulkáni kőzet, akkor azt mondom, hogy 3,8 milliárd éves, és nem fogod eltalálni, hogy hol található, Grönlandon, az Isua területen. Ez egy úgynevezett zöldkő terület, és azért zöldkő, mert már az a bazalt, vagy bazaltos kőzet, ami akkor keletkezett, nyilvánvalóan egy vulkáni működés által, az már hát 3,8 milliárd évet végig, tehát az erősen átalakult, és ilyen zöld színűvé vált.